Felvágódott a labda, és ebben fejeli ezt a hálóba, vezet a DVTK. A 27. perc végén előnybe kerül Dragan Bukmir együttese. Soroksári szempontból szerencsétlenül pattant a labda. Itt van még egyszer, Szűcs vette át, adta középre, és ott Eppel két védő fölött Gömbér és Kékesi között fejelte a hálóba a labdát. Megvan ezzel a harmadik gólja Eppel Mártonnak a DVTK színeiben.